A Muskátli utca Kis és Nagy Radanovácot köti össze. Az út mentén több tejtermelőnek van farmja, akiknek az út rossz állapota megnehezítette a munkájukat. Branko Jóricz 450 aláírást gyűjtött össze azért, hogy az utat rendbe hozzák. Milyenek voltak a körülmények, mielőtt megcsinálták volna? Hát nem, lehetett itt elmenni. Hát a mlekarra nem bírt kijárni. Hát. És akkor mostan már valamit tesz, el kibírnak járni. A 15 millió dinárból, amelyet a mezőutak karbantartására láttak elő, eddig felújították a Pacséri utat és a Muskátli utcát. Az állami földek bevételéből származó pénzekről van szó, amelyeket célszerűen kell elköltenünk. Egyik lehetőségünk erre a mezőutak kiépítése. Mi igyekezni fogunk minden helyi közösséget a következő évek folyamán bevenni ebbe a projektumba, és hogy hát mindenhol a környező településeken mindenhol egy kisebb-nagyobb szakaszt kiépítsük. A Muskátli utca rendbehozásával a környékbeliek munkája és közlekedése is zavartalanabb lett. Nagyon örülünk annak, hogy ez az út ki lett építve. Különös jelentősége van ennek az itteni lakosoknak, de nem csak nekik, hanem mindazoknak, akik ezen a környéken laknak, akik termelők ide járnak az úgynevezett Tessina piacra eladni az árujukat, tehát több kilométert spórolnak meg azzal, mint hogyha kimennek az E5-ös útra is körül, próbálnak a városba jutni. A mezőutak karbantartásának keretében hátra van még a Ludasi újsor, a Zentai út egy szakaszának a rendbehozása, valamint Békován és Nagyfényen két útszakaszt is felújítanak majd.